Jó reggelt kívánok, ez az ATV híradója, Tóth Géza vagyok. 4 havi csúcsra emelkedett itthon a koronavírus fertőzöttek száma, egyre többen javasolják a maszk használatot. Csak fideszes vezetésű kerületek kapnak fejlesztési pénzt a kormánytól, csak nem 15 milliárdot osztanak szét. És 2 nap alatt 140 ezeren voksoltak az ellenzéki előválasztáson, az online szavazás azonban még mindig nehézkes. 4 hónapja nem regisztráltak annyi új fertőzöttet itthon, mint szerdán. 501 igazolt koronavírusos beteget és 2 elhunytat jelentettek. Póta György gyermekorvos iradónknak azt mondta, a fiatalok körében is terjed a vírus, azonban szerinte a kormány csak akkor fog szigorítani, ha látványosan romlik a helyzet. 4 hónapos csúcson az új koronavírusos megbetegedések száma. A szerdai adatok 501 új fertőzöttet igazoltak. Legutóbb április végén volt ilyen kiugró ez a szám, akkor 647 új beteget regisztráltak. Meghalt 2 beteg, így 30.143 főre emelkedett az elhunytak száma. Jelenleg 406 beteget ápolnak kórházban, közülük 46-an vannak lélegeztetőgépen. Zaher Gábor az RTL Klub híradójának azt mondta, a kórházban kezelt betegek nagy része oltatlan. Intenzív osztályokon, sürgősségi osztályokon beszámolnak róla, hogy emelkedik a kórházi felvételeknek a száma, és ezeknek a 95%-a a nem oltottak közül tevődik ki. És hát ez gáz. Falus Ferenc korábbi országos tiszti főorvos az ATV Start című műsorában arról beszélt, hogy egy hét alatt 30%-kal nőtt a kórházba kerülők és a fertőzöttek száma. Szerinte most kellene a legszigorúbb intézkedéseket meghozni, mert így még megállítható a növekvő tendencia. A védekezésnek nem egy eszköze van, hanem több, és a miniszterelnök súlyos hibát követ el akkor, amikor a védekezés eszközei közül csak egyetlen eszközre helyezi a hangsúlyt, és a maszkot rádobta a kamerára. Falus az oltáson kívül a maszk használat, a távolságtartás és a rendszeres kézfertőtlenítés fontosságára hívta fel a figyelmet. Igenis, a gyerekek is elkaphatják úgy, hogy komoly betegség lesz belőle. A híradónk által megkérdezett gyermekorvos azt mondta, a fiatalok körében is terjed a járvány, és bár ez a szám még alacsony, de egyértelműen növekszik. Olyan esetről egyelőre nem tud, ahol kórházban kezelnének kiskorút. A maszk használat az megfelelő védekezés lenne a járvány terjedés szempontjából. Sajnos ugye olyan ellenérzések vannak a maszk használattal szemben, hogy valószínűleg, hogy ezért nem merik mondani csak akkor, hogyha látványosan romlani fog a helyzet. Kerestük az emmit is, hogy a romló járványügyi adatok tükrében terveznek-e szigorítást, ám adásunkig nem válaszoltak. Oltatlan diákokat küldtek haza egy kazincbarcikai iskolából, miután pozitív lett egy tanár koronavírus tesztje. A Magyar Narancs úgy tudja, hogy a pedagógus hétfő délelőtt produkált pozitív eredményt, ekkor küldték haza azokat az oltatlan tanulókat, akik kapcsolatba kerültek vele. Az intézkedés 9 osztályt érint, 200-nál több diáknak rendeltek el házi karantént, az osztályoknak nagyjából 75%-a volt oltatlan. Romániában több mint 7000 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ezért Bukarest vörös besorolásba került, Temesváron pedig korlátozzák a kijárást. Ukrajnában távoktatásra kell áttérnie minden olyan oktatási intézménynek, ahol a dolgozók átoltottságának szintje nem éri el a 80%-ot. Nem enyhítik az oltási igazolásokra vonatkozó korlátozásokat Franciaországban annak érdekében, hogy megállítsák a koronavírus járvány 4. hullámát. Egy hét alatt 30%-kal csökkent a napi esetszám, a kórházba kerülések száma 11%-kal, az intenzív osztályokon ápolt koronavírusos betegek száma pedig 15%-kal csökkent. Remélhetőleg a járvány napról napra szorul vissza, jelentette be a francia kormány szóvivő. Ezrek vettek részt a papi áldáson a zsidó sátoros ünnep alkalmával a jeruzsálemi siratófalnál. Idén a rendezvényt 2 részre osztották, hogy minél többen részt vehessenek rajta úgy, hogy közben betartják a járványügyi intézkedéseket. Immár 3. napja tüntetnek az ausztráliai Melbourne-ben a szigorú járványügyi korlátozások ellen.
A tüntetések azt követően törtek ki, hogy a hatóságok kötelezővé tették a koronavírus elleni oltást az építőiparban dolgozók számára, illetve az építkezéseket 2 hétre teljesen leállították. Az Egyesült Államokban meghaladta a koronavírus áldozatainak száma 676 ezret, ezzel a leghalálosabb járvánnyá vált az ország történetében. A 100 évvel ezelőtt történt spanyol náthában ugyanis hivatalos adatok szerint 675 ezren haltak meg. Szörnyű látni, hogy mostanában főleg fiatalabbak halnak meg, sokak közülük gyerekesek. Érzelmileg és fizikailag is nagyon nehéz ezt látni, mondta ez az ápolónő. Eközben a WHO bejelentette, hogy továbbra is a delta variáns a legelterjedtebb mutánsa a koronavírusnak, és ez már háttérbe szorította a másik 3 aggasztónak tartott variánst is. 2022 tavaszára érhet véget Németországban a koronavírus járvány, a szövetségi kormány egészségügyi minisztere szerint. A tárcavezető úgy látja, hogy akkora alakulhat ki a kórokozóval szembeni közösségi immunitás. Jens Spahn szerint nagyon valószínűtlen az oltóanyagoknak ellenálló variáns kialakulása. A 83 milliós Németországban eddig 56 millióan kaptak legalább egy adag védőoltást, ez a lakosság 67,4%-a. Német szakértők szerint 75%-os átoltottság már elég lehet a nyáron indult negyedik hullám megfékezéséhez. Utólag majd rendet rakunk abban, hogy ki a felelős a kialakult problémákért. Ezt mondta a híradónknak Karácsony Gergely az előválasztási rendszer hétvégi összeomlásával kapcsolatban. Az üggyel kapcsolatos feljelentés helyes lépésnek tartja, mert mint mondta, valaki nyilvánvalóan rossz hiszeműen járt el, és az bűncselekmény. Az előválasztáson eddig 140 ezeren adták le a szavazatukat. Ma mutatta meg először igazi arcát az őszáma, reggeli eső és hideg nem vette kedvét azoknak, akik részt akartak venni az ellenzéki előválasztáson. A Széll Kálmán téren folyamatosan érkeztek a sátorhoz. A legtöbben azt mondták stábunknak, egyértelmű volt, hogy elmennek szavazni. Állampolgári kötelességemnek tartom, úgyhogy emiatt. Végre történik valami, meg most így úgy érzem, hogy valamit csinálhatok, vagy valamennyire így van. Előre tudom mozdítani a dolgokat. Egy olyan jelölt kell lenni, aki leválthatja az Orbán kormányt. Az egyik ellenzéki jelölt, Karácsony Gergely 9 óra után pár perccel érkezett. Ő is a Széll Kálmán téren voksolt, majd sajtótájékoztatót tartott. Híradónk ezután kérdezte. Az érdekelt minket, mi a véleménye arról, hogy az MSZP társelnöke az előválasztási rendszer összeomlása hátterében szándékos támadást sejt. Az a lényeg, hogy tegnap és tegnap előtt is rengeteg jöttek el az előválasztásra, az összes problémát megoldottuk, utólag majd rendet rakunk abban, hogy tulajdonképpen ki a felelős azért akkor problémákat, amelyek kialakultak. Jakab Péter is szerdán szavazott. A Jobbik miniszterelnök jelöltje szerint egyetlen párt érdeke meghekkelni az előválasztást, az pedig a Fidesz. Nyilván megpróbálták elvenni a magyar emberek kedvét az előválasztástól. Nem sikerült, hiszen hétfőn is kedden, a hétköznap és a borús idő ellenére is azért 140 ezeren mentek el szavazni. Ez egy óriásian magas részvétel. A Mindenki Magyarország a mozgalom miniszterelnök jelöltje elmondta, ők egy nagyon tapasztalt szájbervédelmi szakembert kértek fel, aki szerint pénteken már többet lehet tudni a rendszer összeomlásával kapcsolatban. Márki-Zay Péter hozzátette azt is, több olyan panaszt is hallott, hogy a Fidesz mozgósít. Ez ellen egy olyan lépést ígértek a pártok, hogy bejelentik, hogy mivel mindenki, aki részt vesz az előválasztáson, egy olyan nyilatkozatot is aláír, hogy ő le akarja váltani Orbán Viktor rendszerét, és hogy utána ez nyilvánvalóan egy adatbázisban a kampány szempontjából felhasználható. Szerinte, ha ezt előre közölnék, akkor kevesebb fideszes választó érezni úgy, hogy el kell mennie szavazni a legesélytelenebb ellenzéki jelöltre. Nem minden párt szeretné ugyanannyira az online szavazás felgyorsítását az előválasztáson. Erről Béres András beszélt a 24.hu-nak. A Párbeszéd Országos Előválasztási Bizottságába delegált tagja szerint a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd szorgalmazzák az online voksolás felgyorsítását. A szabályok szerint az online felület kapacitás bővítéséhez konszenzusos döntés kell a pártok részéről, így akár egy párt is képes akadályt gördíteni a bővítés elé. Barkóczi Balázs a 24.hu-nak cáfolta, hogy a DK-n múlna a szavazás felgyorsítása. Eddig nagyjából 100 000-en jelezték, hogy online szavaznának. A mostani rendszer azonban Béres András szerint nem tud kiszolgálni ennyi embert, ezért mindenkit arra kérnek, hogy ha teheti, személyesen voksoljon.
olyan vagyonelemet keresett rajtam valaki, ami nem is az enyém. Így reagált Tóth Csaba az Egyenes beszédben, miután az Országos Előválasztási Bizottság elutasította Jakab Péter etikai vizsgálatot célzó beadványát. Jakab azért kezdeményezte a vizsgálatot, mert Hatházi Ákos szerint Tóth Csaba egy budapesti gyártelepet és egy irodaépületet is kihagyott a vagyonnyilatkozatából. A szocialista politikus azt mondta, az előválasztás elsődleges célja a kormányváltás, ahhoz pedig olyan körzetbe kell indulni, ahol a Fidesztől lehet mandátumot elvenni. Kiemelte, ő már kétszer nyert Zuglóban. Az a legnagyobb baj, hogy egy abszolút tisztességtelen eszközökkel lefolytatott kampánynak a részese vagyunk most, hiszen ez nem a héten kezdődött, hát ez legalább egy fél éve tartott Zuglóban, mióta bejelentette a Momentum, hogy Hatházi Ákost indítja. Azóta abszolút tisztességtelen eszközökkel küzdelem Hatházi Ákos, és hát én ezt nagyon sajnálom, hogy ilyen módon kampányol. Míg én próbálok beszélni Zuglóról, zugló emberekről, arról, hogy mit tegyünk a kerületért, ő arról beszél, hogy én milyen vagyok. Vizsgálat nem volt, csak szavazás, ezért nem igaz, hogy bárki tisztázta volna Tóth Csabát. Így reagált az előválasztási bizottság döntésére Hatházi Ákos. A politikus szerint hiába szavazott Tóth ellen a Momentum, a DK és a Jobbik is, az LMP tartózkodott, az MSZP és a Párbeszéd pedig mellette voksolt, így Tóth Csaba jelölt maradhat. Hatházi Ákos úgy látja, a szavazás bebizonyította, hogy az ellenzéki pártok egy része nem támogatja a megtisztulás politikáját. Karlendítős képet hozott nyilvánosságra Ózd jobbikos alpolgármesteréről az ATV.hu. A fotó 2018-ban egy lengyelországi látogatáson készült Farkas Péter Barnabásról. Az alpolgármestert egy Szilézia történetét bemutató múzeumban fotózták le, ahol éppen egy zsidóellenes feliratokkal ellátott épület előtt áll. Itt tette a fotó látható karlendítésnek tűnő mozdulatot. A portál megkereste Farkas Péter Barnabást, aki elismerte, hogy ő látható a képen. Állítása szerint azonban a mozdulat nem náci karlendítés, hanem integetés. Mint mondta, a delegáció tagjai, akikkel utazott, távolabb álltak tőle, nekik integetett, erről a mozdulatról készült egy pillanatfelvétel. Szerinte aljas rágalom ennek ellenkezőjét belemagyarázni. Két jobbikos jelöltet, Süle Zsoltot és Szabó Ervint is felmentette az etikai vádak alól az ellenzéki előválasztási bizottság, számolt be róla a Telex. Szabó, aki Orosházán indul szombaton, amikor leállt a számítógépes rendszer, bement az egyik szavazósátorba, pedig ez tilos szavazás közben. Süle Zsolt pedig, aki a Jobbik pápai jelöltje, egy augusztusi Magyar Nemzet cikk szerint zsidózott a Facebookon, amit a politikus tagad. Az előválasztási bizottság végül mindkét MSZP-s beadványt elutasította. A kormány számára másodrendű állampolgárok azok, akik nem rájuk szavaztak, így reagált Karácsony Gergely arra a kormányhatározatra, amely szerint a kormánypárti kerületek több mint 14 milliárd forintos fejlesztési forrást kaptak, miközben az ellenzékiek semmit. A 18. kerület polgármestere azt mondja, az elvonások miatt már kátyúzásra sincs pénzük. A miniszterelnökség szerint a kormány azokat a kerületeket kompenzálta, amelyektől Karácsony Gergely bosszúból elvette a fővárosi támogatásokat. A kormány újabb támogatást adott 8 budapesti kerületnek. A keddeste megjelent kormányhatározat szerint a főváros 23 kerülete közül a 8 kormánypárti vezetésű kerület összesen 14,7 milliárd forint fejlesztési támogatást kapott a kormánytól. Az eset nem új keletű, ugyanis júniusban közel 9 milliárd forint értékű támogatást biztosított 6 fideszes kerületnek. Másodosztályú állampolgárok azok a szavazók, akik nem rájuk szavaztak. A főpolgármester szerint a kormány bünteti az ellenzéket. Városvezetőket. Az a fajta diszkrimináció, hogy az ellenzéki városvezetőket és a városvezetéseket büntetik, és ezen keresztül az ellenzéki településeket büntetik, a kormánypártiak pedig könnyű adományokat kapnak, ez azt jelenti, hogy a Fidesz számára másodosztályú állampolgárok azok a szavazók, akik nem rájuk szavaztak. Ezt az útszakaszt szeretnénk felújítani, hosszabb ideje már. Az egyik rossz állapotban lévő útszakaszt mutatja Szaniszló Sándor, Budapest 18. kerületének DK-s polgármestere. Szaniszló Sándor azt mondja, hogy a kerületben a kormányzati elvonások miatt már a kátyúzásra sincsen pénz. De ma újabb levelet írt a miniszterelnökségnek, azt kérve, hogy terjesszék ki a kormányhatározatot a 18. kerületre is. A leveleinkre se nagyon válaszolnak. Kénytelenek voltunk a mai napon megismételni a korábbi kéréseinket,
kérve azt, sőt követelve, hogy teljesszék ki a 18. kerületre is ugye azt a csomagot, amivel a fideszes kerületeket összegészében 15 milliárd forinttal megtámogattak. Ilyet eddig magyar kormányok a rendszerváltás óta nem tettek. A Republikon Intézet vezetője szerint a kormány az elvonásokkal a saját szavazóit is bünteti. Nem csak Budapest kerületeire, hanem a fideszes nagyvárosokra, Székesfehérvárra, Debrecenbe, és mondjuk ennek az ellenkezőjéket Miskolcra vagy Pécsre, ugyanígy igaz a különbségtétel, súlyos milliárdok, 10 milliárdokról van itt szó. Szerintem ez vérlázító és felháborító. Ez tételesen nem igaz. Nagy Ervin szerint a kormány az ellenzéki vezetésű kerületeket is támogatja, sőt, ellenzéki vezetésű nagyvárosokat is. Az Egészséges Budapestért program keretén belül még ebben az évben a minisztériumnak a bejelentése szerint 10 milliárd forint fog érkezni Budapest egyes kerületeibe, olyan kerületekbe is, ahol ellenzéki polgármester van. Az ügyben megkerestük a miniszterelnökséget, hogy miért csak a kormánypárti kerületek kaptak támogatást. Válaszlevelükben azt írták, a kormány mostani döntésével azokat a kerületeket kompenzálja, amelyektől Karácsony Gergely főpolgármester politikai bosszúból elvett fővárosi támogatásokat, vagy jelentősen csökkentette azokat. Szakértői számítások alapján országosan legkevesebb 4000 tanár hiányzik a közoktatásból. Az okok között első helyen a nemzetgazdasági átlagtól elmaradó bérezést említik. Az ellenzéki pártok újra számolnák a tanárok fizetését. A Fidesz azt hangsúlyozza, hogy jövőre annyi pénzt kapnak az oktatók, ami 28%-os emelkedést jelent 2010-hez képest. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma viszont azt írta a híradónknak, átlagosan 50%-kal nőtt a pedagógusok fizetése. Én nem érzem ezt életszerűnek, hogy változtassunk a jelenlegi logikán alapjaiban, azon, hogy egyébként a pedagógusoknak a bérét kell emelni, ezen nem tudnék vitatkozni, és nem is szeretnék. Novák Katalin szavaiból kedden kiderült, a kormány továbbra is a 7 évvel ezelőtti minimálbérhez, vagyis a 101.500 forinthoz szándékozik kötni a pedagógus béreket. A szakszervezetek régóta küzdenek ez ellen. Szerintük az egyre aggasztóbb pedagógus hiány is a méltatlan bérezésre vezethető vissza. Egy pedagógiai asszisztens például, aki gyermekfelügyeletet lát el, besegít az iskolai adminisztrációba, nettó 145.000 forintot kap havonta. Az ellenzéki pártok újra számolnák a tanárok fizetését. Ezt írásban is megerősítették a miniszterelnök jelöltjeik. Aláírták az Adom Diák Mozgalom 12 pontját. Ezek olyan oktatási reformjavaslatokat tartalmaznak, amelyek egy kormányzati cikluson belül is megvalósíthatóak. Az első pont az a pedagógusok fizetésemelése volt, és ebben is azt láttuk egymáson, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb horderői változást kell majd eszközölni. Márki-Zay Péter az iskolaigazgatókat külön is szóba hozta. Szerinte sokak nem szakmai, hanem pártlojalitás alapján kapták meg kinevezésüket. Pártkatonák helyett megfelelő szakmai és vezetői kvalitásokkal rendelkező embereket helyezzen az iskolák élére, hogy az önállósága, autonómiája meglegyen a tanárnak akkor is, amikor minőségi tananyagot választ. A Fidesz közleményében azt hangsúlyozta, hogy a kormánypártok elkötelezettek a pedagógus béremelés mellett. Jövőre már annyi lesz az oktatásban dolgozók bére, ami mintegy 28%-os emelkedést jelent 2010-hez képest. Hatalmas nagy a tanárhiány. Reggeli műsorunkban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének képviselője is béremelés sürgetett. Mindenképpen valamilyen bérrendezésre sor kell, hogy kerüljön, mégpedig egy olyan bérrendezésre, hogy valóban a minimálbérhez kell kötni, hogy az biztonságot is adjon azoknak a fiataloknak, akik a jövőjüket úgy képzelik el, hogy a pedagógus pályán fogják folytatni. Kérdésünkre, hogy az EMMI továbbra is baloldali sláger témának tartja-e a pedagógus hiányt, a minisztérium azt írta, ez a kormány megbecsüli a pedagógusokat, átfogó pedagógus béremelési programot hajtott végre, átlagosan 50%-kal nőtt a pedagógusok fizetése, és februárban a gyermeket nevelő pedagógusok is számíthatnak eszi a visszatérítésre. Ausztrália történetének egyik legnagyobb földrengését tapasztalták az ország második legnagyobb városának számító Melbourne-ben. Több épületben károk keletkeztek, és a rengéseket a szomszédos államokban is érezni lehetett. A hivatalos jelentések szerint azonban senki sem sérült meg. Megszólaltak a szirénák Melbourne-ben, amikor a város közelében a Richter skála szerinti 6-os erősségű földrengést lehetett tapasztalni.
A szakértők szerint az ezt követő utórengések 5,5, valamint 4-es erősségűek voltak. Így reagáltak újságírók arra, amikor egyenes adásban egy reggeli hírműsor során érzékelték a földrengést. Még egy ház oldalán fészkelő vándorsólyom is meglepődött, amikor megtapasztalta a földrengést. Hirtelen minden elkezdett rázkódni. Először nem voltam biztos benne, hogy mi történik, azt hittem, hogy a szomszédjaim edzenek, de a tévé is mozgott, és az erkélyen kinézve láttam, hogy a többi épület is mozog, és remegnek az elektromos vezetékek is. Mesélte a történteket egy helyi lakos. A rengés epicentrum egy Melbourne-től 200 kilométerre található városban volt, 10 kilométeres mélységben. A város egyik főutcáját ellepték az épületekről lehullott téglák. Voltak, akiket evakuálni kellett, és több helyen áramkimaradásról számoltak be. Az ausztrál miniszterelnök az ENSZ közgyűlés miatt Washingtonból reagált az eseményekre. Nem tudunk komoly sérülésekről vagy halálesetekről, ami nagyon jó hír, de természetesen innen az Egyesült Államokból figyeljük az eseményeket. Nagyon ritka Ausztráliában a földrengés, ezért biztos vagyok benne, hogy nagyon felkavaró lehetett mindazok számára, akik a környéken laknak, mondta Scott Morrison. Melbourneben a hatóságok már megkezdték a romok eltakarítását. A meteorológiai szolgálatok pedig arról tájékoztattak, hogy a földrengés ellenére nem kell szökőárra számítani. Új edzővel folytatja a pályafutását Hosszú Katinka, de egyelőre nem tudni, ki lesz az, derült ki a Magyar Úszószövetség elnökének interjújából. Vladár Sándor az Infostartnak azt mondta, a technikai edző Nagy József már nem dolgozik a háromszoros olimpiai bajnok mellett. Az elmúlt hetekben egyébként több magyar úszóklasszis is jelezte, hogy új edzővel szeretnénk folytatni a munkát. Vladár még annyit árult el, hogy Hosszú október 1-től újra edzésbe áll, és ezt követően válaszol a kérdésekre a jövőt illetően. Neki ebből az jött le, hogy folytatni fogja a pályafutását, fogalmazott Vladár. És még egy szokatlan sporthír. Szurinám alelnöke is pályára lépett az egyik dél-amerikai liga 8-ad döntőjében, a saját tulajdonában álló foci csapatban, az egyébként róla elnevezett stadionban. A 60 éves alelnök fiával együtt lépett pályára, és az 54. percig kapott lehetőséget a játékra csapatkapitányként. Az egyedi életúttal bíró alelnök korábban volt gerillaharcos, fiatal a korában bankot is rabolt, és egyes források szerint 50 gyermek édesapja. Az internetre felkerült felvételek tanúsága szerint a mérkőzés után pénzt osztott az ellenfél játékosainak, noha a meccset 6-0-ra a vendégek nyerték. Ő maga visszavágóra már nem tud elmenni, ugyanis az Interpol drogcsempészet miatt kőrözi. És eddig a híradó hírei, most indul a start. Robi már itt is van, hogy elmondja, hogy mi lesz benne. Szervusz, Robi, kérdeznélek erről az utóbbi hírről, de kevés az időnk, úgyhogy inkább arról kérdezlek, hogy mire számíthatnak a nézők. De azért annyit hadd tegyek hozzá, szia Géza, jó reggelt kívánok, hogy én magam is mosolyogtam ezen a híren. Azért nem milyen dolog már az, hogy az ellenfél játékosai pénzt osztogat, és köbbe körözik. Na, szóval kérem szépen, hát fantasztikus lesz a mai adásunk is, Bőszanett lesz majd az első vendégünk Szaniszló Sándorral együtt. Bőszanett egyébként tegnap itt volt az ATV-ben szintén. Hát beszélgetni fogunk természetesen az előválasztásról, és ugye attól, hogy valós, objektív félelem az, hogy ők most úgy érzik már, mint a kerületeknek a vezetői, hogy a kormány szándékosan kihagyja az ellenzék által vezetett kerületeket és önkormányzatokat abból a pénzforrásból, aminek a szétosztásába most kezdtek bele. Szabó Tíme, a Párbeszéd társelnöke is itt lesz nálunk. Emília fog majd vele beszélgetni a pedagógusok bérrendezésének kérdéséről, a Pegazus ügyről, arról például, hogy ezt az anyagot miért kellett 2050-ig titkosítani, és természetesen az előválasztásról is majd Emília meg fogja kérdezni Szabó Tímeát. Miért? Hát azért, mert ugye a hétfőhöz képest kedden és szerdán is ugye emelkedett, egyre többen adták le szavazataikat. Hogy az online rendszerrel mi lesz, ez is egy fontos kérdés. Aztán beszélgetni fogunk, szintén nagyon
fontos, én ezt gyorsan még elmondom, hogy állásfoglalást adtak ki a Magyar Orvosi Kamara pszichiátriai részlegén keresztül, azért, mert aggasztóak azok a statisztikák, amelyeket az elmúlt időszakban Magyarországon, azon belül Budapesten is mértek. 30%, ez tényleg szörnyű, 30%-kal több volt az öngyilkosságoknak a száma Budapesten az egy évvel korábbihoz, és átbeszéljük természetesen azt is, hogy hogyan lehetne ezt a folyamatot jelentősen mérsékelni és csökkenteni. A részleteket, mert természetesen lesz még más fontos témánk is, Emiliával együtt fogjuk elmondani, aki néhány perc múlva, Géza már itt is lesz a stúdióban, és akkor mindent elmondunk. Kezdődik a Start. Köszönjük Robi a kertcsinálót, azonnal kezdődik, tehát a Start, én pedig 7 órakor várom Önöket ismét híradóval, viszontlátásra.